Kicsikó gyerekkorom óta engem, engem ez érdekelt mindig, és mindig is ebben voltam tényleg elfoglalva. Valahogy ez ez valahonnan jött, tehát ezt valahogy a jó Isten ebből egy pár lapáttal többet adott nekem ebből a dologból, ez biztos. És, és tényleg mindig ez érdekelt, az összes gyerekkori füzetem tele van rajzolva, tehát a matek füzetben sem számok vannak, vagy nem egészen úgy, ahogy annak úgy kellett volna lennie. Én már akkor is rajzolgattam, és minimum egy kis kasténak, vagy valami villának, vagy háznak ott kellett lennie, mert az kicsit érdekesebbnek tűnt akkor nekem, mint a, mint a matekóra. Szóval így mindig is, mindig is ez így, így bennem volt. És uh, kerestem az utamat, kerestem a helyemet, hogy hogyan lehet ezt, ezt megcsinálni. Tényleg volt egy ilyen rettentő erős készítésben, nem, hogy egy ilyen tudat, hogy már pedig én ebben akarok foglalkozni, és hogy minden olyan dolog, ami, ami a szépséggel kapcsolatos, az engem érdekel, és, és igazság azért elég hamar rájöttem, hogy, hogy valamiért, hát ez úgy megy is. Tehát, hogy így, ha így elkezdek így tenni-venni, akkor az úgy működik. És tényleg, már az otthon, a saját lakásunkban, tehát hogy tényleg volt a családban. Részben nagyon örültek, szerintem részben pedig nem annyira, mert gyakorlatilag akár a hányszor hazajöttek, akkor a szülei egészségügyben dolgoztak, tehát sokat voltak ügyeletesek. Hát amikor hazajöttek, akkor nem sok esély volt arra, hogy mindent ugyanott találnak, ahol, ahol <gül> <gül> akkor volt, amikor elmentek. Tehát hogy a belső építészet, a dizájnerség szerintem az egy, az egy alkalmazott művészet. Én azért azt gondolom, hogy ez egy művészet, de ez egy alkalmazott művészet. Ennek megvan az a fajta nehézsége, hogy ugye nem azt csinálja az ember feltétlenül, amit akar. Hát hiszen van megrendelő valakinek, ezt meg kell csinálni. Úgyhogy szerintem ez nekem jót tett már kiskoromban is, hogy a, tehát hogy ehhez az egész nem elég az, hogy valaki tehetséges szerintem. Tehát az, azért ez nagyon-nagyon-nagyon sokkal többről szól. Tehát ezt ügyes, el kell tudnod adni magadat, meg kell tudni szerezni, meg kell tudni tartani azt a munkát, mert ez is szerintem egy rettentő fontos dolog egy ilyennél hiszen nagyon hosszú ideig tart egy ilyen munka. Tehát ugye akár több évbe is betelhet, hogy onnantól kezdve, hogy megmutattad a terveket, hogy, egy, hogy készen legyen. És azért azt, az, az, is egy nagyon kemény munka, hogy azt, a, azt tud tartani a megrendelőbe azt a lelkesedést, meg azt a rengeteg sok nehézséget, ami azért közben adódik, hogy te mindig ott tudjál lenni, és mindig meg tud győzni a, a tulajdonos, hogy de, 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 de ez, ez, ez így lesz jó, ez így lesz jó. Szóval, hogy ezzel is kell dolgozni és ez megint egy szerintem egy rettentő fontos dolog, hogy, hogy én, én, azért tudok annyira keményen kiállni amellett, amit én kitaláltam, hogy szerintem az, az jó lesz, mert én tényleg hiszek benne. Tehát, hogy ez, ez tényleg nem olyan, hogy, hogy, akkor most láttam valahol, vagy, vagy na csináljunk valami ilyesmit, és akkor jön az ügyfél, és akkor én azt, ő azt mondja, hogy jaj, mi lenne, ha kicsit így csinálnánk, és akkor azt mondom, hát jó. Mert hogy ez így nem, nálam ez nem tud működni. Tehát, hogy én miután intuícióból dolgozom, és ami még nagyon fontos, hogy azért is azt gondolom, hogy azért is tud ez sokszor jól működni, mert, mert pont azért, mert van egy ilyen nagy koncepció. Tehát én mindig egy ilyen nagy kerek képet látok előre, és abban nem, nem annyira fontos, hogy az, most ez ilyen az a szék, vagy, nem, ilyen, vagy ez az asztal. Hiszen a, ha megvan a kerek egész, akkor ha valaki most közben azt mondja megrendeli, megrendelő, hogy ja Istenem, ne legyen már ez a szék, vagy ez a fotel, mert ilyen volt a nagymamámnak, és ennek nekem erről rossz emlékeim vannak, vagy bármi ilyesmi, akkor én persze tudom mondani, hogy jó, ja, hát semmi gond, az egy másikat, hiszen a, az egész nagy kirakósban ennek nincs nagy jelentősége. Az, hogy ez egy ilyen stílusú fotel legyen, annak igen, de hogy ez egy kicsit ilyen, vagy egy kicsit olyan, annak nincs akkora ér, vagy jelentősége, nem változtat az egész képen. Ezért, ezért ezért van ez a kettősség, hogy sokan szokták mondani, hogy, hogy, hogy akkor én most. Kompromisszumkész vagyok, vagy pedig nagyon határozott. És közben meg mindkettő. Mert a, a koncepciómban nagyon határozott vagyok, és ott tüzön-vizen keresztül viszem, ami, amit szeretnék, és tényleg nem egyszer van az, hogy az ott, sok év alatt, ami mondjuk megvalósul egy ilyen nagy projekt, akkor lehet, hogy havonta kell nekem ugyanezt eljátszanom, és ha kell, akkor eltáncolom, elfütyülöm, mert mindent csinálok, hogy, hogy elhiggyék, hogy ez, hogy ez jó lesz. Ebben nagyon-nagyon határozott vagyok, viszont egy csomó dologban pedig nagyon kompromisszumkész. Tehát hogy ezekben, ami még az, hogy a, a, a cél érdekében, viszont sok mindenre hajlandó vagyok, és sok mindent megteszek azért, amit, hogy ez tényleg működjön, és ez reálisan létre tudjon jönni. Valahogy engem a soha nem érdekelt, hogy, hogy más mit csinál. Tehát én tényleg már 17-18 éves koromban éreztem, hogy mi az én utam, és láttam, hogy lehet, hogy az újságokban megint, lehet, hogy nem az a divat most, vagy nem az a menő most, vagy mások nem azt csinálják, de én már akkor azt hogy hogy én, én tudom, hogy, hogy, hogy én mit akarok csinálni, mi az a stílus, vagy nem is stílus, hanem mi az, az azok az elvek, szer alapján én, én, én tervezni szeretnék. És aztán ez tényleg nagyon kiskoromban, tényleg 17-18 éves koromban kiderült, hogy, hogy ezek az emberek engem megtalálnak. Tehát mi megtaláljuk egymást. És annantól kezdve én hiszek ebben, hogy szoktam is mondani egyébként, amikor más kollégákról beszélünk, hogy, hogy nekem ők nem konkurenciáim, mint ahogy én sem vagyok nekik konkurencik, hiszen annyira más az ügyfélkörünk, hogy aki, aki azt szereti, akinek azt tetszik, amit én csinálok, az úgy is hozzám fog jönni, aki pedig nem, az meg soha. Tehát, hogy, hogy azt szerintem annyira jól le van osztva pont a, amiatt, mert, mert azért én nagyon nagyon valamilyen vagyok, amit, amit én képviselek, az nagyon, nagyon valamilyen, ezért azért ez meghatározó, és pont ezért van az, hogy, hogy igen, a, a, az ügyfelek azok megtalálnak, nem kell hirdetnünk, hál' Istennek, nagyon régóta, és talán a díjak mellett, amire leginkább büszke vagyok én, az, hogy az ügyfélkörünk az olyan, akik 10-15 évvel ezelőtt, akinek dolgoztam, azoknak most is dolgozunk, és ez az, és az egy nagyon-nagyon jó, nagy család, lehet azt mondani, nálunk. Minden év karácsonyában, persze amikor nincs Covid, akkor csinálunk egy nagy karácsonyi partit. Általában olyan helyen szoktuk csinálni, amit éppen átadtunk. A Piszteri Hotelben is volt már. És, és én azt szeretem a legjobban, amikor, amikor, azok az emberek, ugye hát pont azért, mert már sok-sok éve is ismernek minket, sok éve együtt dolgozunk, hát ők is ismerik egymást. És, és sok ügyfelünk szoktam mondani, hogy a mi karácsonyi partink a kedvenc, minden más karácsonyi parti közül. Mert hogy ez nem egy ilyen hivatalos dolog, hanem itt egy csomó szinte ismerős ember találkozik, akiknek az életében van egy nagyon erős kapocs, az pedig én vagyok. És ez egy nagyon fontos kapocs is, hiszen, hiszen a házuk, az otthonuk, a, a legfőbb hoteljuk, tulajdonuk, üzletüknek a megálmodója az, akiről beszélünk. Tehát ugye azért ez egy fontos kapcsolat, mindenkivel sok évet töltünk együtt, sokat, sok időt töltök velük, hát, mire elkészül egy projekt, azért azért elég jól megismerjük egymást. Nagyon sok esetben nagyon jó viszony, sokszor barátság is kialakul ezekből a, a, az üzletekből. Szóval hogy ez így tényleg egy nagyon jó hangulatú dolog, és akkor mindig akkor így körülnézek, és akkor mindig ezt szoktam mondani, igazából -e, én erre vagyok igazán büszke, hogy ezek az emberek... Tényleg, 15 éve is az ügyfeleim voltak, és most is az ügyfeleim. Én azt gondolom, hogy vannak alapok, amiben én hiszek. Van egy csomó olyan dolog, amit egyrészt szerintem nem kell kitalálni, hiszen már ki van találva. Az évszázadok alatt, amióta, amióta igazán van már uh, lakáskultúránk, ha lehet ezt mondani, akkor kialakultak azok a dolgok, amik, amik belénk vannak kódolva. Tehát a gényeinkben van, pontosan tudjuk azt, hogy valami mitől, mitől elegáns, mitől luxus, mitől érezzük jól magunkat benne, azért mindannyian tudjuk, hogy, hogy, azért az életünkben is két szakasz van, szerintem. Tehát van, amikor egy lakás arról szól, hogy legyen hol laknunk végre, és megte az első, és megtehetjük, és utána, ha pedig az életünk eljött egy olyan szintre, hogy már megtehetjük, hogy egy nagyobb házunk lesz, egy nagyobb lakásunk, ott pedig azért már van egy következő szint az életünknek, hiszen az már a reprezentációról is szól. Annak van egy teljesen Szerintem teljesen magától érthetődő és, és jó része egy önkifejezés, hogy igenis, hát ezért dolgoztam, ezt elértem, részben szeretném megmutatni, részben meg hát magamnak is szeretném megmutatni, hiszen hát jó lesik, ha látom, hazamegyek és látom, hogy na ezért dolgoztam, hogy nekem ilyenek legyenek. Tehát azért mondom, hogy van egy ilyen része szerintem, amiket én, én nem tagadok le hanem én azt mondom, hogy már pedig benne van a gényeinkben, tehát mi tudjuk azt, hogy egy klasszikus interiőr az mindig, mindig ugyanazt sugalja. Az, embereknek a 99 a ha arról van szó, hogy valami luxus vagy gazdagság, akkor annak ugyanez jut eszembe az embereknek az eszébe. Tehát oda kell kristály, csillár, meg bársony, meg ilyesmi. Tehát szerintem ezek olyan dolgok, hogy ezt mondhatjuk azt, hogy, hogy nem, mert ez most nem divat, vagy így, de ez nem igaz, mert ezek, ezek alapok, tehát ezek működnek. Ettől függetlenül én rengeteg stílus szeretek. Tehát, hogy, hogy nagyon különféle vagyok. Pont az egyik alapja az én munkámnak, hogy ugye én nem egyfajta stílust képviselek, hiszen az én elvem, amit mondtam korábban, és ugye én hangulatokban hiszek, én abban hiszek, hogy minden ember más, és mindenki más környezetbe érzi jól magát. És az én feladatom az, hogy én megtaláljam azt, hogy ő miben érzi igazán jól magát. És és ebbe belefér minden. Tehát ebbe belefér a modern is, belefér a minimalizmus is, belefér az erdei kisházikó is, vagy egy provanszi hangulat is. Tehát gyakorlatilag ez teljesen, teljesen nyitott, vagy széles a paletta, és én mindenfélét csinálok. Úgyhogy inkább azt mondom, hogy, hogy az, hogy én hogy változom, vagy az én stílusom hogy változik, az szerintem sokkal inkább mutatkozik meg abban, hogy milyen emberekkel dolgozom együtt, milyen projektek jönnek, mert, vagy milyen feladatok, mert én arra reagálok sokkal inkább és sokkal kevésbé arra, hogy mi a, mi a divat éppen a, a világban. Az én otthonom egy, egy eklektikus interiőr, az biztos, a, emellett azért azt gondolom, hogy egy nagyon modern lett tisztult interiőr is. De hát olyan, mint én, meg olyan, amilyen mi vagyunk. Nagyon szeretjük a szép tárgyakat, nagyon szeretjük a kortárs művészetet, a klasszikus művészetet is, de, de például a kortárs művészetet is. Úgyhogy rengeteg festményünk van, szobraink, amiket mi nagyon szeretünk. Valahogy úgy alakult az életünk, hogy, hogy a munkám, munkánkkal kapcsolatban néha találkozunk nagyon tehetséges emberekkel, amit én nagyon szeretek, mert én, én, én imádom a, a, tehetséget, és, és akkor így, 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 valahogy az életünk összeford. Szeretem körülvenni magunkat ezekkel a dolgokkal, amik, amiket szépen meg, megtalálok, és, és hát ilyen értelemben persze az ember, hát, a munkáimban szerepelnek, hát persze, hogy szeretnék, hogyha ha, hát, ha igazán szeretem azokat a dolgokat, akkor azt otthon is szívesen nézem, úgyhogy ez. 2016-ban uh, készült egy kollekció, és ezt a kollekciót a Javanstó cégnek terveztem, Ugye a közösen dolgoztunk, dolgoztuk ki ezt a kollekciót, ami eleve egy elképesztően jó dolog, tehát hogy azért egy ilyen világcégnél cégnél együtt dolgozni, benne lenni a, 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 fejlesztésbe, az egészet kitalálni, ami már nem csak arról szól megint, hogy, hogy valami szép legyen, hanem mi az eladható, kicsit megérezni azt, hogy, hogy, hogy két-három évvel később majd mit mik lesznek a trendek, hiszen ugye ezek a kollekciók, ahhoz, hogy ez elkészüljön, ugye a 16-os kollekció, azt mondjuk már 14-ben elkezdtük tervezni, szóval hogy azért ez egy hosszú előkészítő munka, meg hát, hogyha az ember kicsit különleges dolgokat akar kitalálni, akkor azért annak ott van egy nagyon komoly gyártási része, az hogy lehet megcsinálni, melyik anyagon, hogy néz ki, mit kell rajta változtatni, hogy jól nézzen ki. És hát amikor én ebbe a helyzetbe kerültem, nekem mindig fontos az is kicsit, hogy a, hogy azért a magyarságomat itt belecsempészem azokat, meg a gyerekkoromat, meg minden, az élményeimet. És az én életemnek egy nagyon fontos része, vagy ilyen álma kötődik az Arizona mulatóhoz, ugye, ami Hajdanán a Nagymezi utcában volt. Én nekem az egésznek a hangulata, az egésznek a feelingje, az, az mindig is nagyon, nagyon vonzott, és mindig közel állt hozzám. Nagyon tudtam volna abban az időben élni. És... És amikor ugye közelembe került ez a lehetőség, hogy a kollekció, akkor, akkor rajzoltam egy, egy motivumot, ami gyakorlatilag ezt az életérzést adja. És, és aztán ebből lett, ebből lett egy nagyon híres tapéta, és aztán a tapétából csináltunk textilt is, és ugye hát ez, a, ez, a, textil van nálam otthon a, az egyik függőnynek az egyik rolón, úgyhogy, úgyhogy, persze hát az ilyen, a gyerekeket azért otthon kell tartani, úgyhogy ez is egy, egy fontos része. De egyébként ez is egy nagyon érdekes része volt, hogy, hogy, hogy hogyan az ember belelát egy ilyen nagy világcégnek az életébe, hogy hogyan működik, és, és hát ugye azért ez, ez sem csak annyiról szól, hogy, hogy az ember csak most bekopogtatsz, és akkor hello vagyok, Valrózoli, Budapestről, és csináljunk egy kollekciót. Szóval hogy azért ezért rengeteg sok munka, rengeteg sok minden, és, és én azért hiszek nagyon abban, hogy, hogy, a, hogy mindent, amit én csináltam, az tényleg lépésről lépésre egymásra tevődött, és ahol ahol én most tartok, az, az, az ennek az oka, mert mert ha nem lett volna, amit megmutatnom a Ralf Hansdorstnak, akkor nem lett volna ez a kapcsolat, ha a kapcsolat alatt, amikor először leültünk beszélgetni például kint Bielefeldben, az ő központjuk van, és először leültem vele beszélgetni, ha nem nem lett volna elég bátorság, hogy azt mondjam neki, hogy szerintem, az előző kollekciótok, vagy az előző katalógusotok, miben nem volt teljesen jó, vagy én miért gondolom azt, hogy. És ugye ez mindig nagyon fontos, hogy hogy nem csak azt tudtam elmondani neki, hogy ez most nem jó, szerintem, vagy nem volt annyira jó, hanem azt is meg tudtam mondani, hogy szerintem miért nem jó, hogy én mit csinálnék a helyébe. És aztán, szóval ezek, ezek mind kellenek ahhoz, hogy utána egy ilyen ember, egy ekkora presztízű ember azt mondja, hogy jó, akkor csináld, ahogy gondolod és, és azért ezek kemény, ezért kemény kihívások. Számomra nagyon fontos az, hogy, 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 én, én, mi a partneremmel, tehát mi, mi, mi megmaradunk olyan, mi ugyanolyan emberek vagyunk, mint amilyenek voltunk. És, és szerintem ez mindig egy fontos dolog, mi mindig emlékszünk arra, hogy honnan jöttünk. Tehát, hogy, és én azért is szeretem, ha lehet ezt mondani kicsit magunkat ezért, mert, mert egyébként így tudjuk, ezért tudjuk megélni sokszor a sikereket is, talán igazán mélyen megélni annak a, annak a jó részét, mert tudjuk, hogy honnan jöttünk. És ha van alkalmunk, akkor, akkor ha már megtehetjük, akkor mindig próbálunk segíteni. A, hogy sokszor van olyan dolog, amiben, ami mellé állunk. Például most a Szatmácsakei eh, templom, református templom, a, a, ami nekünk fontos, hiszen a párom onnan származik, és eh, a lelkészt ismerjük, a református lelkészt, és aztán valamikor nyár elején keresett meg, hogy most kicsit szépítik a templomot, és új terítőket készítenek, amit az asszonyok ott kézzel hímeznek, és egy nagyon szép ilyen kereszt szemes minta lesz rajta, és hát szőnyek csere is kellene, tehát nem tudja, hogy most akkor milyen irányba, hova forduljanak, meg hogy legyen és akkor mi a dolog mellé álltunk, és akkor segítettünk nekik, és akkor készítettünk gyakorlatilag az a szemes, szemes minta, amit vartak vagy hímeztek az asszonyok, azt mi befotóztuk, és gyakorlatilag abból az alapján készítettünk egy egyedi mintát, egy, egy egyedi szőnyeget, és hát ugye pont azért, miután megvannak a kapcsolatok a hotelprojektek miatt, ezért, ezért ugye meg tudjuk ilyenkor tenni azt, hogy egyedit is legyártatunk, amit egyébként ugye más esetben nem, tehát ugye, most lehet ezt mondani, halandó ember nem tudna hozzájutni, hiszen ezt sok száz vagy sok ezer négyzetméternél kezd, csinálnak csak meg egy ilyet, de hát természetesen ilyenkor, a, ha mi kérünk egy ilyet, akkor azt nekünk megteszik a gyárak. Úgyhogy így készült el most a szatmársekei hát szőnyeg is, és akkor azt, ott, azt Olaszországban, mi megterveztük, Olaszországban legyártották, és akkor így került a, a templomhoz. És azért ez egy különleges darab, mert tényleg ugye így azért teljesen passzol, és, és, hát nincs belőle még egy a, a világon ez csak oda készült, úgyhogy ez egy jó érzés, hogy, hogy tudtunk segíteni. De egyébként nagyon sok ilyenünk volt már, volt olyan, hogy bíróságon uh, keresett meg az, egy, az egyik vezető bíró, vagy főbíró, és uh, ugye elnök, bocsánat, aki elnök azt mondja, hogy, hogy, hogy tudunk-e segíteni nekik, mert uh, ugyan már a törvény megvan, hogy, hogy kell lennie olyan. Külön gyerek meghallgató szobának, ahol ugye ha valami történik, sajnos olyan dolog, amiről nem nagyon szeretünk beszélni, meg nem nagyon szeretünk tudni. De esetleg ki kell hallgatni ezzel kapcsolatban egy, egy, egy gyermeket is, akkor létre kell hozni egy szobát, de hát a háttere még nem volt meg akkor ennek. És például ilyet is csináltunk, hogy akkor segítettünk, és, a, és, és egyébként jó is volt, nagyon, mert a, a, a bírok hétvégén festették a, mi mondtuk hogy milyen legyen, festették a folyosót, a szobát, tapétáztak. A, mi pedig segítettünk, és mi vittük mi, mi a bútorokat, a, a függönyöket, a játékokat, mindent, hogy az, 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 az olyan legyen, amilyennek lennie kell. Úgyhogy vannak ilyenek, amiket mi, ha, ha tehetjük, és, 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 és megkeresnek minket, akkor ezekben mi segítünk, és akkor ez persze jó érzés, hogy az ember azt, amit elért, meg azokat a lehetőségeket, kapcsolatokat, azokat föl tudjuk használni. A mi munkánk szerintem talán attól is érdekes, hogy, meg hát persze én ezért nagyon szeretem, gyakorlatilag az első perctől az utolsó utáni pillanatig, vagy még utána is mi benne vagyunk, nyakig az egészbe. Tehát amikor azt mondom, hogy a, a gyerekeim, akkor azok tényleg a gyerekeim, és tényleg így gondolok a, 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 ezekre a, a, a terekre, hiszen ugye ez úgy néz ki, hogy ahogy, az, arról ugye már meséltem, hogy hogyan indul egy ilyen projekt, hogy tényleg van egy intuíció, van egy, egy hangulat, amit, ami, ami, a fejemben megszületik. Hát utána azért ez elég komoly munka, meg elég sok idő, mire abból a gondolatból az megvalósulás is lesz. Elég sok ideig csak ugye egy eléggé egyedül érzem magamat ebbe, hogy csak én látom azt, a, hogy hogyan is fog ez kinézni. Tehát először ugye ez elindul így, aztán utána a fejemből, hát ezt azért megpróbáljuk megmutatni a megrendelőnek, és akkor készül belőle, ugye készülnek a tervek, készülnek háromdimenziós tervek, amik gyakorlatilag teljesen fotorealisztikus tervek. Ez is egy nagyon fontos rész, rész az életemnek, hogy, hogy, nagyon sok munkát teszünk ebbe bele, mert ebbe is nagyon hiszek, hogy, hogy mi tényleg azt mutatjuk meg azon a terven, hogy ez hogy fog kinézni, amikor elkészül. Tehát itt a miszteri esetében is a tulajdonosok mindig szoktak rajta nevetgélni, meg mondják másoknak, hogy a, ha el, előveszük a tervet, és megnézzük, hogy most hogy néz ki, akkor ez tényleg ugyanaz. Tehát ott tényleg ugyanaz a fotel, az tényleg ugyanúgy néz ki. Egy az egybe azt kapták, amit, amit, amit én megmutattam nekik. Tehát itt, itt is ezelőtt van egy komoly munka, hiszen ugye ott tényleg akkor azt már ott már képbe kell lenni, mert akkor tudni kell, hogy milyen függöny, milyen bútor, milyen tekt, mindent, hogy mi lesz ott, mert csak akkor tudom az igazit megmutatni. Szóval, hogy ez így megy, megy, és akkor eljön egy olyan pont is, amikor már elkezd épülni. És hát, hogy az épülésnél én nagyon én hiszek abban, hogy akkor tudunk ilyen, ilyen eredményeket elérni, amit sikerült nekünk elérni, meg azaz sikernek az egy, meg én a következő egyik fontos része, hogy ennek úgy is kell megvalósulnia. Úgyhogy az összes építkezésünkön mi nagyon, nagyon sokat vagyunk ott. Én is, a kollégáim is, tehát itt szinte éjjel-nappal. Ahogy közeledünk a vége felé, annál inkább egyre többet vagyunk ott. És, és a vége pedig az tényleg az, hogy szoktam mondani, hogy a mi munkánk a fejeződik be, de akár itt a Mystery Hotelben is, hát mi szerintem két hónapot töltöttünk itt nyitás előtt, és, és mi, én is, és a kollégáim is minden egyes kristályt tudunk, hogy hol van, hova kellett fölkerülnie, tényleg minden, minden párnát mi pakoltunk ki, minden bútort mi raktunk a helyére, tehát hogy lehet, hogy segítenek, természetesen segítenek a, a, a munkások, akik ebbe benne vannak, és ők hozzák föl a bútorokat, de onnantól kezdve, hogy ez a helyén legyen, és úgy legyen a helyén, azt mind-mind, mind mi mind, mind csináljuk, és mi, mi ezt a hotelt is úgy adtuk át, hogy gyakorlatilag a, az egész hotelben az utolsó, nem tudom, virágig minden úgy volt, ahogy szerintem lennie kell, és, és, mi benne vagyunk. És aztán jön egy utóélet, mert ugye az is teljesen hétköznapi azokon a helyeken, amiket én terveztem, és a személyzet, a kollégák nem szoktak nagyon meglepődni, hogyha ha itt egy léthetetein látják meg az Ária Hotelben, az egy teljesen normális és hétköznapi dolog, mert hogyha mi arra megyünk, és ezért szoktam az összes, az összes gyereket azért figyelem, hogy ki hogy van, hogyha azt látom, hogy hú, ott ez nem úgy áll az a függöny, vagy valami baj van, akkor én nem vagyok rest, és nem esik le a kis gyűrű a kis ujjamról. Akkor én szólok, vagy gyerekek, hozzatok már egy létrát itt és akkor én csak akkor fölmegyek, vagy a kollégákkal megcsináljuk, beigazítjuk, hogy annak, annak, úgy kell lennie, hogy lennie kell. Hiszen ez egy nagyon fontos része, hogy nem elég egyszer szépnek lenni valaminek, hanem ezek a, ezek a helyek azért is sikeresek természetesen, van benne utána egy nagyon fontos része a szerviz, a, a személyzet, a kollég, a hotelben dolgozók. De hát azért azért azonos nagyon sok minden múlik, hogy, hogy amikor valaki meglátja egy fotón, és azt eldönti, hogy ide fogok jönni, akkor amikor megérkezik, akkor ugyanazt kapja, vagy még jobbat, mint ami, ami ott volt. Az én életemben mindig vannak visszatérő dolgok, és ezek mindig nagyon érdekesek. Sokan mondják, hogy, ugye, hogy semmi sincs véletlenül. Szerintem rám ez különösen igaz, hogy semmi nincs véletlenül. Én ezt az épületet nagyon régóta ismerem. Persze most már mindenki azt mondja, hogy mindenkinek a kedvenc háza volt, korábban is, de, de szerintem azért ez nem teljesen van így. Én viszont tényleg ismertem ezt a házat, egy utcárnyira volt innen az irodám. És, és én mindig, amikor eljöttem, jöttem, mentem itt mellette, akkor mindig fölnéztem, és mindig azt néztem, hogy úristen, de ez az épület, hogy ebből milyen jó hotelt lehetne csinálni. És aztán teltek múltak az évek, és egyszer csak, ahogy szokott ez lenni, csak csörgött a telefon, és megkerestek egy hotellel kapcsolatban, és, és hát amikor kiderült, hogy erről az épületről van szó, akkor persze én nagyon megörültem, hiszen már régi barátként üdvözöltem a, a, az épületet, és nagyjából mondhatnám azt is, hogy persze már, már kb. mindenki is volt találva, hiszen már régen is gondolkoztam rajta. De a lényeg az az, hogy, hogy ismertem az épületet, tudtam a történetét, tudtam, hogy ez a szabadkönyveseknek volt a székháza, és, és amikor bejöttem, legelőször beléptem az épületbe, és, és végigjártam a házat, de akkor eléggé félkész állapotban volt még, a, még az épület, Ké, pont a, a, egy, fel, egy, egy ilyen építkezésnek a, a fele, felében állt meg az egész, és aztán tíz évig egy ilyen csipkerósik állapotban volt, és utána e, kerültünk mi képbe. Szóval amikor én körbe mentem, végigmentem, az egészen a, a, elérült talán a, a nagy lépcsőhez, a fő lépcsőház, ami, ami szinte ilyen állapotban volt meg, vagy hát Mondjuk az, hogy meg volt egyáltalán, és akkor végigmentem rajta, az egész házon végsétáltam, beértem a nagy terembe, és akkor így becsuktam a szemem, és azt mondtam, na, akkor ezt én tudom, hogy mit kéne ebből csinálni. Nekem a zene nagyon fontos egyébként, amikor a kreativitás elindul bennem. Nagyon sokszor van az, hogy amikor keresem azt, hogy mi, mi, mi legyen, vagy legyen, mi, mi lenne ide tökéletes, akkor eszembe jut egy zeneszám. És, és, abban a pillanatban beugrott nekem a Da Vinci code a zenéje, és amikor a kollégáimat először elhoztam az épületbe, akkor mondtam hogy fölvittem őket a nagy terembe, a telefonommal elindítottam a Da Vinci Code zenéjét, és mondtam nekik, nem most csukjátok be a szemeteket, most érezzétek a, az egész helyre a hangulatot, na ilyen lesz ez a hotel. Ez a New Yorki Gold Kia volt, amit most mm -hmm. már, uh, hogy is vagyunk, igen, hét jelölésünk volt már a, a, az elmúlt években, Először az Ária Hotellel uh, kerültünk képbe, ha lehet ezt mondani, aztán utána a következő évben voltunk a Science Hotellel és az Onyx étteremmel, és 2019-ben pedig a Mystery Hotelben vel voltunk két kategóriába. Ez egy mindig egy ilyen óriási élmény, amikor, amikor itt ugye ott beválogatnak minket. Ugye azt is szokták mondani erről a díjról, hogy ez a, ez a, Hotel Design oszkárja. Aztán most lesz a 42. harmadik, tehát hogy ez egy nagyon régi és nagy nevű uh, díj, és minden évben New Yorkban adják át, ott van egy ilyen nagyon szép ezerfős uh, vacsorával egy, egy csodálatos gála, sok-sok éven keresztül mindig a Waldorf volt, a nagy termében, de mióta felújítják, azóta, azóta szóval most a Cipriániban lesz idén. És, uh, szóval ez egy ilyen ikonikus dolog, uh, és azt gondolom, mert ez a ez a csúcsa a mi szakmánknak, úgyhogy ez, hogy itt évről évre, most már mondhatom azt, hogy évről évre ott tudunk lenni, ez, ez mindig egy, egy fantasztikus dolog ez. Az én életem erről szól, hogy mindig, minden pillanatban, ami körülvesz, az, 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 az inspirál engem. A, ahogy mondtam, a zene az egy fontos része az életemnek, tehát az, az nagyon sokat pihentet ha lehet ezt mondani tehát vannak olyan dolgok amik a, a, amikor az van hogy hogy be kell feküdnem befekszem a kád vízbe főhallgató zene és akkor én gyertyafény és akkor én így akkor gondolkozom meg akkor el vagyok. Egyébként nagyon érdekes leginkább ilyenkor olyan dolgokat szoktam kitalálni ami ami nem felt nem nem teljesen a, a belső tésztáshoz kapcsolódik hanem hanem kicsit más része a kreativitásnak ugye a Magdival, Magdival ugye nagyon jó barátságban vagyunk, és nagyon sok éve dolgozunk együtt. Elég sok videóklipjét én csináltam, meg Aréna koncertet is, meg sok minden dolgoztunk. Nem sokat dolgozunk együtt. És, és alul itt is, tehát hogy ez is egy ilyen érdekes dolog. Tehát sokszor van az, amikor na akkor most karácsonykor találkozunk, akkor na és akkor mi pihenés, most mit fog csinálni? Ja, hát most, hát most karácsonykor megcsináljuk, a, csinálunk két nyári karcsi koncertet, meg ez, meg az. És akkor, de mikor fogsz pihenni? Ja, nekem ez a pihenés, hát az legalább, az nem az, a, nem az, amit minden nap csinálok, hanem, hanem ez másfajta kreativitás, és akkor az, nekem az a pihenés, amikor ki kell találni egy, egy ilyet, és tehát a 22 dal mögé kitalálni a látványt, meg, meg mindent, akkor, akkor az is az is kikapcsolódás, vagy, vagy tényleg magnak valamit kitalálni, az is kikapcsolódás. De egyébként az utazás az még egy nagyon fontos rész az életemnek. Egyrészt ugye a munka miatt is, hiszen hál' Istennek rengeteg külföldi munkánk is van, tehát nagyon sok helyen Olaszországban, Németországba, Angliába, Csehországba, tehát hogy nagyon sok fele dolgozunk a világba, ami hát normális esetben megint azt mondom, hogy ha nincs Covid, akkor, így, akkor folyamatosan jövünk, megyünk folyamatosan utazunk, úgyhogy az, az így alap az életemben, de ettől függetlenül is nagyon szeretek utazni, és az egy fontos dolog. Az igazi kikapcsolódás az nekem tényleg az, hogyha ha elutazunk, és persze az sincs munkanélkül, mert olyan még nem volt, hogy nem úgy utaztunk volna, hogy azért megyünk valahova, mert ott van egy olyan hotel, vagy egy olyan étterem, amit szeretnénk megnézni, hogy azért az a kiinduló pont, tehát hogy azért az előfordul, hogy azért megyünk lesz Szájleszbe, mert ott van egy filistárkottám, amit szeretnék megnézni. Persze, ha már ott vagyunk, akkor megnézzük, meg el, megnézzük az Igóazót, meg mindent az ember, hát ott van, az fantasztikus. De azért ez egy fontos, fontos része a, a választásnak, hogy, hogy elsősorban van valami, amit szeretnék megnézni, mert mert, mert ez, ez sokat ad nekem. Tehát ez, az, az, az. Egyrészt azért is, mert sokszor nézem azt, hogy tehát jó látni azt, hogy mitől jó valami, abból is nagyon sokat lehet tanulni és abból is, hogyha mégse olyan jó. És azt mondja az ember, hogy hm, hát ezt én lehet, hogy jobban is meg tudnám csinálni, és azért az nagyon, az, 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 is mind a kettő építi az embert, hogyha lát olyat, hogy hú ez, hú, ez, nagyon jó, hogy ezt hogy találták ki, wow, ez, 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 érdekes. Még mondom az is, hogyha azt mondod, hogy hú, hát azért ezt többet gondoltam volna erről a dologról, és akkor lehet, hogy ezt én így csináltam volna, vagy úgy csináltam volna, és az már, már megint megmozgatta az embert, úgyhogy megint tanultam belőle. Sokan szoktak kérdezni egyébként, hogy úristen, ezt a rengeteg munkát mekkora csapattal csináljuk. Nekem erre is van egy receptem, tehát mi egy kis iroda vagyunk. Szoktam mondani, hogy, le, hogy, szám szerint kicsik vagyunk, de lehet, hogy másban meg talán Szóval Szóval, szóval nem vagyunk sokan, mi hatan vagyunk összesen. Így a nagyon alapirodai részünk, de de nekem ez egy, ez, egy jól bevált recept. Voltunk régen sokkal többen is, és, és, és akkor is rájöttem, hogy nem. Én több embert nem tudok, tehát hogy több emberem nem tudok olyan mértékben figyelni, meg nem tudunk annyira együtt dolgozni, és hogy amikor többen voltunk, sem tudtunk több munkát megcsinálni, mint, mint így. Úgyhogy, úgyhogy, van egy nagyon jó kialakult munkamenetünk, hogy ki, hogyan csináljuk, hogyan dolgozunk és ez így működik. Ettől független egyébként vannak még külső cégek, tehát vannak a látványsrácok, akik a látvány terveket csinálják, és ők is komolyan bedolgoznak nekünk, tehát vannak dolgok, amiket már így kiszerveztünk. Meg van egy másik iroda is, aki, egy srác, aki régen nálam dolgozott, azóta alapított egy saját céget, és nagyon ügyesen csinálja a dolgait, és akkor ő is, ami nagyon sokszor besegítenek nekünk, és annak olyan, hogy konkrét projekteket átadunk, már csak a, a, a amikor már a műszaki rajzok elkészítése van, tehát az ilyen részét. A, a kreatív rész az mindig nálunk van. Szóval hogy ilyen, ilyenek vannak, de, de így, így működünk, úgyhogy ez egy, ez egy nagyon jól működő recept, ami szerint mi így tudunk dolgozni. És az így, ez, ez egy olyan dolog, ami nekem is fontos, hogy a, a csapat, meg, meg mi azért elég ilyen családias hangulatban csináljuk ezt, és ez, 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 mindig jó. És amikor megyünk, és ennek egyébként az egy érdekes része szerintem, hogy, hogy a mi stílusunkat, a mi, mi hangulatunkat, azt, azt így tényleg be tudjuk rakni a munkába. Tehát, hogy ezt tényleg mindenki átveszi, és azért fontos nálunk a kollégáknál is, hogy, hogy ezek hogy működnek. Tehát, hogy ugye tényleg így van, én kitalálom, akkor van egy nagyon komoly az Istvánnál, van a, a társamnál a, a teljes háttérbázis gyakorlatilag, és a teljes adminisztráció és minden ilyen dolog. Ez is egy nagyon fontos része. Tehát ez. ez az nem elég, hogy kitaláljuk, hanem azt mindent, mindent meg kell, precízen meg kell lennie, és ez akkor működik jól, hogy ha minden tutira, akkor érkezik meg, és biztos, hogy működik, és és, 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 tényleg már annyi mindent csinálunk én is, hogy, hogy szerencsére most már nekem nem kell a, ezekkel a részekkel foglalkozni, hanem, hanem maximálisan tudok ráhajatkozni, hogy, hogy, amit ő csinál, az, az biztos, hogy százszázalékosan jó, és én meg akkor nyugodtan tudok csak a kreativitásra fókuszálni, úgyhogy így, így, így néz ki a mi kis, mi kis csapatunk. A kómo persze az egy nagyon fontos dolog az életünkben. Tehát ahogy, ahogy mondtam, ezeket a kis lépéseket, hogy tényleg egyik a másikra épül nálunk, és, és, és nem lehetne az egyik nélkül a, a másik. A, és a találkozások megint, ezek a fontos részek. Ugye kómo is egy ilyen dolog volt, egyszer csak jön egy e-mail, hogy akkor hello, ez és ez vagyok, Olaszországból, és akkor szeretnénk építeni inkább Kómóba egy hotelt, és hogy veled szeretnénk dolgozni. Jó, hát. Van ilyen, tehát szokott ilyen jönni, sokszor előfordulnak ilyen megkeresések. Ugye ez egy fontos dolog nálunk, hogy, hogy én elből nem pályázok. Tehát, hogyha amikor olyan van, hogy meg bármilyen pályázat van, én ezt 18 évesen sem hittem benne, én akkor is, hogy mondtam, én akkor is abban hittem, hogy ha valaki engem szeretne, akkor, akkor ő engem szeretne, tehát hogy nem azon alapján fog múlni, hogy most ott háromból kiválasztja, hogy a, a, miénk a jó. És ez most is így van. Tehát ha ilyen történik, akkor mind nagyon kedvesen, annyi, és én nagyon, én büszke vagyok, örülök, hogy megkeresnek minket, de akkor én mindig mondom, hogy sajnos ez nekünk más a stratégiánk, vagy cégfilozófiánk, úgyhogy ebben nem tudunk így együttműködni. De hogy akkor megért ez, ez, az e-mail és akkor mondom, sokszor van ilyen, de azért sokszor az szokott történni, hogy akkor azért valami, az is egy ilyen pályázatos, vagy egy meghívásos pályázat, hogy vegyünk rajta részt. Úgyhogy írtunk egy nagyon kellem, kedves levelet, hogy hát nagyon kedvesek, aranyosak, de hogy hát, hogyha ez egy ilyen dolog, pályázat, vagy egy ilyesmi, akkor, akkor köszönjük szépen, de, de, de nem. És, és azt jött rá a válasz, hogy nem, 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 ők tudják, hogy, hogy én ki vagyok, és hogy ők látták az Ária és hogy ők, ők, ők a tulajdonos szerelmes, és és, és én velem akar dolgozni. Na akkor, gond, na, akkor ez már más, oké, okay, ez egy másik, <laughs> ez már teljesen más. És uh, talán hiszem, ez egy vasárnapi nap volt, de most furcsa is volt, hogy már mondtuk, hogy akkor majd most még külföldön vagyunk, majd hétfőn akkor reagálunk, hogy valami, de már vasárnap meg egy e-mail, tehát hogy nagy a. Na, a dolognak a vége az lett, hogy gyakorlatilag pénteken már itt voltak Budapesten a tulajdonos a családjával és egyből az áriába vettek ki szobát, megszálltak az eljött Én mondtam nekik, utána írtam nekik, hogy az tök jó, csak én nem vagyok Budapesten egyébként, úgyhogy majd csak szombat délután leszünk Budapesten. Nem mondták, nem baj, megvárnak. Hát jó. És akkor találkoztunk, egy nagyon, nagyon szimpatikus, nagyon, nagyon helyes családdal találkoztunk gyakorlatilag, és hát a, az úriember, az Emilio a tulajdonos, hát ő egy elég karakán és elég gyors ember volt, ott megmutattunk egy ilyen referencia filmet, meg egy ezt azt azt neki, de már a film gyakorlatilag az ötödik másodperc, vagy tizedik másodperc után odafordult hozzám, és megkérdezte, hogy hámacs. hát hogy így, így ennyi volt, hogy gyakorlatilag ez valamikor, ez valamikor, uh, nyár, júni, július környékén történt, és, uh, és októberben már bemutattuk nekik a látványterveket, meg az egész koncepciót, tehát hogy így ez így pikpak működött az egész, tehát ők tudták, hogy mit akarnak. Ami érdekes egyébként, hogy, hogy ő már hat évvel korábban megvásárolt ezt az épületet, és hat éven keresztül keresett belső építést. Most már azt mondja, hogy hat évig keresett engem rám várt. Úgyhogy amikor először kimentem az épületre, úgy egyébként, és egy érdekes, úgy voltunk először kint a hotelbe, hogy már aláírtuk a szerződést. Tehát nem is láttam előtte az épületet, tehát hogy ő annyira akart, és biztos volt a dolgában hogy gyakorlatilag aznap láttam először, és akkor az épület teljesen ki volt pucolva. Ugye ez egy nagyon szép, egy 100 száz évvel ezelőtt épült épület, ami egy ilyen ikonikus darab volt akkor is. Hát Olaszország életében tehát az egyik leghíresebb hotel volt, annó Hotel Milánónak hívták. Tehát nagyon fontos. A, van a Kómu városában, van gyakorlatilag, vagy fölötte van, van ez a kis funikulára, ugye ez a siklószerű dolog. Gyakorlatilag ez, ezt a siklót ehhez a hotelhez építették. Tehát, hogy ez egy ennyire ilyen fontos dolog volt az olaszok életébe, és aztán valamikor egy jó húsz évvel ezelőtt leégett egy része a hotelnek, és az ott ott állt Szóval hogy mi így kerültünk ebbe a, a, dologba bele, és hát én őszinte leszek, én amikor föl, fölértem először, akkor így, tehát potyogtak a könnyeim. Tehát egyrészt a, az egész is mese volt, tehát hogy, hogy én imádom az ilyet, tehát hogy ezek meg, egy ilyen megtalált, és egy gyönyörű épület, egy nagyon-nagyon szép, ugye ők Jugendstilnak hívják, tehát, hogy ugye nálunk ez a szecesszió áldekó közötti dolog valahol, és, és gyönyörű pont azok a formák, meg azok a kovácsokat veszek, meg minden, ami, ami nagyon az én világom, tehát így, így, így egyből, úristen, megint le, lehet, hogy valami jót csináltam, hogy ezt a jó is ezt ide, pont ide rakja nekem elém, és maga a hely is, megint ugyanez volt, hogy oda vettünk, és így abban a pillanatban tudtam, hogy, hogy mi lesz ez mert ugye ez fönn van, Brunátében van egyébként, konkrétan ez a, van egy kis város, egy ilyen kis nagyon picike mini városka, ott fönn Komó fölött, tehát ez elég magasan van a hegy tetején, és egy ilyen Michelangelo festmény szerű ez a város, tehát valami gyönyörű. És az, az érdekesség, hogy nagyon sokszor a felhők, azok a lábunk alatt mennek el, tehát hogy fölülről látja az ember, és látja lent a, a, a tavat föntről, tehát, és ugye hát, csodálatosak azok a világ is, amik ugye közvetlen a tóparton vannak, de ennek van egy olyan hihetetlen, nem is tudom, ilyen, 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 szinte isteni különleges hangulata. Úgyhogy én, amikor megláttuk, én mondtam is a tulajdonosnak, hogy Úristen, én gyerekkoromban így képzeltem el az Olimpuszt. Tehát amikor az ember olvasott róla, hogy ott fönt vannak az Istenek, az eu ott fönt katerkálnak, és néznek le, és nézik az embereket, ahogy ott szaladgálnak, meg mit csinálnak, hanem egy az egybe olyan, úgyhogy aztán gyakorlatilag ebből is lett a koncepció. A, a, neve is, Nouveau Garden lesz, ami a felhők kertje, Ja, mert ugye engem ugye ott is az inspirált, hogy ha, ha valaki becsukja a szemét és meghallja a komoly tavat, akkor mi jut eszébe George Clooney kívül, persze, a, a, de hát ugye a gyönyörű villák, ezek a elképesztő kertek, a, a tó és a hegyek, és ugye, ugye ez inspirálta az egész tervemet, amit oda készítünk, vagy készítettünk. Az építkezés egyébként hál' Istennek nagyon jól haladt. Persze megint ez a szegény Covid nem annyira segített, hiszen pont ott ugye észak volt a legrosszabb a helyzet, úgyhogy uh, szinte egy év kiesett az építkezésből, de most megint 100%-kal dolgoznak mindenki. Úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy, uh, hogy jövő, jövő, tavasszal el tud készülni a hotel, és ki tudunk nyitni. Egyébként itt is a Jabban egy nagyon, egy nagyon komoly együttműködésünk van, és a következő kollekcióm az, az pont Kómo kollekció néven lesz, hiszen, hiszen hát tényleg ez egy olyan fantasztikus dolog, hogy, hogy nem, tudtam, nem tudtam olyan anyagot talán oda rakni, ami, ami nem új. Úgyhogy úgy, gyakorlatilag egy szinte teljes kollekció összejön belőle, mert, mert minden egyes textil, ami az egész házban lesz, azt mindegyiket oda terveztem egyedileg, és azt, 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 azt gyártják ők le. Úgyhogy ezért ez egy olyan nagyon elképesztő hangulatú dolog lesz. Meg hát persze iszonyú fontos nekünk is, mert hát ez egy következő nagy lépés a, a világ felé. De természetesen Magyarországon is ilyen úgy dolgozunk tovább, tehát ez nem nincsen, nincsen ebben semmi ilyen végleges dolog, hogy akkor most külföld, uh, itthon is csináljuk, itthon is fantasztikus dolgok uh, születnek. Ugye a, idén az egyik legnagyobb csodánk, ha lehet ezt mondani, ugye a platán, tatán, ami amit egy pár évvel ezelőtt kezdtük el, és találtuk ki, hogy, hogy, hogy mit is, hogyan is kéne tovább vinni az egészet, és szerencsére ez is egy olyan sikersztori lett. Nagyon-nagyon régóta ismerem a, ugye az Istvánt, a Pest Istvánt, meg nagyon szeretjük a, a konyháját, és, és, aztán egy ilyen érdekes, véletlen folytán a nővérem pont ott lett vezető náluk az étteremnél, és, és aztán így persze így aztán kiderült, hogy ők már régóta, ott a tulajdonosok is régóta kóstolgattak engem, de hát így, ugye, így egyszerűbb lett, a, a, vagy egyértelmű volt a kapcsolatfelvétel. És, és hát ahogy szokott lenni, itt is az volt, hogy ők, ők gondolkoztak egy étterem felújításba, én pedig vittem nekik egy ilyen óriás tervet, aminek az lett a vége, hogy tök jó, újítsuk fel az éttermet, de, ne legyen, de abból csináljunk egy biztrót, csináljunk egy külön fine dining éttermet, építsünk hozzá még, még egyszer annyi szobát a, a hotelhez, mint ami eddig volt, az egészet teljesen csináljuk újra, és akkor csináljunk egy olyan spát, ami még Magyarországon, meg a világon se nagyon nem volt, a várárokba rakjunk be, tükördobozokat dobáljunk be, és az majd milyen jó lesz, mert azt szerintem a városnak is jó lesz, mert egy hírnevet ad az egésznek, és, a, és az egész uh, étteremnek, és mindennek, és, 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 és akkor majd higgyétek el, hogy ez nagyon jól fog működni. És akkor ilyenkor szokott az lenni, szerencsére, hogy így az első sok után azt mondják, hogy jó, csináljuk. Úgyhogy, úgyhogy az, úgyhogy az idén ez is egy nagyon fontos része volt a, a, a munkánknak. Ami egyébként én azt szoktam mondani, hogy ezek tényleg annyira jól tudnak működni, ha valami jót akar az ember, és tényleg jót az csinálni, meg különlegeset, akkor tényleg ezek a dolgokat is sikerül elintézni, amit egyébként kizárólagnak tartanánk. Tehát én ezt a, ezt a mirror spát, ezt a tükör spát a várárokba, én amikor kitaláltam, akkor gondoltam, hogy ez semmi esély, hogy, 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 itthon ez menjen. És, és megmutattuk a terveket, és az építész, a, városvezeté, és a városvezetés, a bűnlék, mindenki megnézte, és mindenki mondta, hogy hát ezt neki, jó, csináljuk. wow, hát akkor csináljuk. És aztán egy elég hamar el is készült idén, és hát az a az a nemzetközi sajtó, az a vízhang, ami gyakorlatilag lett körülötte, tehát hogy az, azért én is számítottam rá, hogy, hogy azért fog tetszeni, de hogy azért ekkora vízhangja lett, az nagyon-nagyon az, az jó leső érzés mindenkinek, persze aki benne van a, a projektben, mert gyakorlatilag az, az egész világon mindenhol egyik helyről vitték a másikra, és rengeteg megjelenés volt. Azért ugye ez rengeteg munka, amit, amiről ugye eddig is meséltem, és, és ugyan ugye az utazás, meg sok minden, meg a zene segít egy kicsit kikapcsolódni, de egyébként van egy másik dolog, ami, ami pár éve került bele az életembe, ez a sport, amit hát kis, fiatalabb, hogy korábban nem nagyon gondoltam, nem voltam az a nagyon nagy sportos fickó korábban, de, Megmondom őszintén, hogy a 40. születésnapom közelettével így elkezdtem azon gondolkozni, hogy hát most azért már lehet, hogy mégiscsak el kéne kezdeni egy kicsit foglalkozni a sporttal. És aztán így elkezdtem lejárni edzőterembe, és És érdekes módon nagyon rákaptam a dologra, főleg akkor, amikor amikor aztán a hagyományos gyúrós edzésből átkerültem a, a box felé, a kickbox felé, mert, mert rájöttem, hogy hogy ez egy olyan dolog, ami, ami nekem nagyon-nagyon jót tesz. Tehát abban az egy órában, meg akkor, amikor, amikor én, én boxolok, akkor gyakorlatilag nincs időm semmire semmin gondolkozni, mert ugye egy, egyébként tényleg éjjel a jár az agyam valami. Na, az egy biztos egy olyan óra, amikor nem, tehát arra nincs időm, meg arra nem tudok gondolni, hogy levegőt vegyek. <laughs> nem, hogy másra. Úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó terápia, mert akkor tényleg teljesen ki tudok kapcsolni. Ráadásul, meg hát egészségileg is, ugye, ez nagyon jót tesz az embernek, és a és teljesen megváltozott az életem. Tehát az edzőm, a Bence, a Herner Bence, akivel aztán persze nagyon jó barátok is lettünk, öre, rengeteget segít nekem egyébként. Tehát ő tényleg megmondja, hogy mit tegyünk, mit ne együnk, mit csináljunk, és, és az tényleg azért az a heti három alkalom, tehát elég szorosan vagy elég sokat vagyunk együtt, akkor lett legemmel, ugye ezért is lett belőle barátság is, eh, fontos lett az életemben nagyon, és, és, eh, és az, hogy most így, most már lassan 47 évesen, eh, még jól tudom tartani magamat, ahhoz azt gondolom, ennek egy fontos része lett egyébként ez a, ez, a, ez, az egész, hogy, hogy tényleg, hogy a sport az belekerült az életembe. És hát ez egy fura dolog, mert tényleg, ha valami, na a, a box aztán végképp nagyon-nagyon messze tőlem. Tehát én soha nem gondoltam volna, hogy, hogy ez így van, hogy ez egyszerre az életemnek ilyen része lesz. De az az érdekes benne, hogy, hogy lehet, hogy csak én voltam ilyen, de én mindig azt gondoltam, hogy a boxhoz nem kell ész. Most ezt nem akarok senkit megbántani, főleg most már, de már én is benne vagyok. És, és aztán rájöttem, hogy ez egyáltalán nem így van. Hát azokat a kombinációkat, meg mindent azt megtanulni, meg megcsinálni. Sokszor poénból mondom is a Bencének, hogy nem se sebész vagyok, amikor mondja, hogy akkor egy ilyen 6 nyolc 10 részes kombinációt, hogy akkor most mit, 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 fogunk csinálni. Az, hogy tényleg az embernek erre rendesen koncentrálnia kell, úgyhogy ez, ez is szeretem, mert nem csak, nem csak a testet, meg a, a, a tényleg az erőlétet tudja rendben tartani, hanem az agynak is nagyon jót tesz. És hát ugye én se leszek fiatalabb, tehát ugye ez, ezek a születésnapok azok mindig közelednek, mindig jönnek. Mondjuk ez mindig egy érdekes dolog nálam, meg egy kicsit ilyen vicces is, a ismer engem. Hogy, hogy valahogy úgy alakultak, hogy amikor ilyen kerekebb szám van, vagy valami fontosabb dolog, akkor a... én nagyon szeretem a születésnapaimat megünnepelni, tehát, hogy, mert azt én mindig szeretek a barátaimmal lenni, az egy fontos alkalom, főleg, hogy az ember azért megy előre az időbe, már nem annyit tudunk találkozni a barátokkal, ugye, mint 20 évesen, tehát már már, már dolgozni is kell közben, ugye. már nem csak buli van, úgyhogy én azért szeretem megélni ezeket a, a pillanatokat, és akkor közösen együtt lenni de például egy nagyon érdekes, meg vicces dolog, pont akkor a 40. születésnapom volt, akkor valahogy ugye, úgy mondtam nekem, mindig összeállnak a dolgok, semmi sincs véletlenül körülöttem, és az Ária Hotel pont akkor nyílt. Tehát április, hogy is van, március 15-én jött az első vendég, de igazi volt csak áprilisban nyitott ki teljesen a, hotel, nekem április 11-én van a születésnapom, és akkor a Henry a tulajdonos, a Henry Kellen, ő, tőle azt kaptam ajándékba, hogy a 40. születésnapomat így odatta, hogy akkor, na itt a ház, és, és, akkor, akkor bulizatok egy jót, persze is ott volt, és, és azért ez az egy, az, az egy, nagy, nagy, élmény volt, tehát ilyenkor az ember azért meg tudja élni, igazán meg tudja élni ezt a sok munkát, meg, a, meg az örömet is, hogy na ott vagy a barátaiddal együtt, és, és akkor látod, hogy na, ezért dolgoztunk, ezért csináltuk. Idén még nagyon sok minden történik majd velünk egyébként, mert ugye van egy projektünk, amiről nem is beszéltem még eddig, az irodánk lassan elköltözik, és a Kodály Köröndön fogunk, lesz meg a végleges irodánk, amire már nagyon régóta várunk. Ott ugye, ami volt az a nagyon szép ház, ami pár évvel ezelőtt leégett, ott most gyönyörű lakásokat készítünk, építünk, és hát és mi is oda fogunk költözni. Úgyhogy az évnek a második fele, vagy ami még most hátra lévő rész, az elég intenzív lesz ezért is, mert azért az, egy, az is egy nagyon nagy projekt, és ott az az, az, az most azért is érdekes, mert hát a, többek között a miénk is ott készül az új irodánk, és hát és azért, azért nem mindegy, hogy hogy az milyen lesz. Úgyhogy azért sok időnket el fogja ez venni, de ettől függetlenül azért, azért rengeteg, rengeteg utazás van még a, az elkövetkező időben. Úgyhogy egészen az év végéig, karácsonyig is ez ki fog tartani, úgyhogy persze munka szempontjából is jövünk-megyünk. Nálunk ugye az a helyzet, hogy az én lányom, már elég nagy, most lesz novemberbe 20 éves, és Hollandiában tanul, úgyhogy ő már nincs itthon. Hollandiában tanul a Hágai Egyetemen nemzetközi jogot, és szerencsére nagyon ügyesen, úgyhogy, most már most harmadéves. Úgyhogy azért nálunk már ezek a karácsonyi dolgok is kicsit másképp működnek, tehát mi is ugye úgy találkozunk, hogy vagy ő vagy mi megyünk ugye már ki Hollandiába. Úgyhogy pont ezért, hogy neki már gyakorlatilag ilyen szempontból külön élete van, a, mi, ahogy ünnepeket meg a karácsonyt nagyon reméljük, hogy így lesz, mi a Kolumbiába fogjuk tölteni, hogyha minden jól megy, mert a, ugye a barátaink most éppen ott vannak, és, és akkor így ez a, ez a megállapodásunk, hogy akkor most idején ott, ott karácsonyozunk, hát reméljük, hogy ez mindenki a COVID- és mindenki ezt, ezt megengedi majd. Úgyhogy ilyenkor mi ezt úgy szoktuk csinálni, hogy akkor mindenki jön, megy, és akkor a lányommal meg külön találkozunk, vagy mi megy, most még mindben nincs megbeszélve, hogy mi megyünk előtte hozzá, és akkor úgy találkozunk, vagy ők jönnek, és akkor így, így leszünk együtt, de hát, hát ez már ilyen, a mi családunkban már ez ilyen kozmopolita módon megy, mert hát mindenki, mindenki jobbra-balra van, és, 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 és így, így, oldjuk meg a dolgokat, de hát de azért ez egy fontos része az életünknek. Én minden ember más, minden ember másfajta környezetbe érzi jól magát, ezért számomra a legfontosabb a tökéletes hangulat megteremtése. Ezen kívül, ami nekem mindig fontos volt, én mindig azt gondoltam, hogy egy kis luxus mindenkinek jár.